A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs TV közös műsorát, a Monitort látják. Köszöntöm nézőinket! Ebben a hónapban is jelentkezünk gazdasági fórumunkkal, melyben mindig aktuális a gazdasági élet szereplőit foglalkoztató témákat járunk körül, és vendégeinkkel igyekszünk a hátteret, az összefüggéseket is megvilágítani. Mai témánk a megye szakoktatási helyzete. S bár éppen ezekben a napokban fejeződik be az idei tanév, ez a téma mégis több szempontból aktuális, hisz nemrég készült el egy tanulmány térségünk szakképzési helyzetéről, másfelől az iskolákban még vissza vannak ugye a nyári gyakorlatok, s már javában folynak az előkészületek a következő tanévre. A Monitor mai vendégei Várszegi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottságának elnöke, és dr. Herbert János, az 500-as számú Angster József szakképzőiskola igazgatója. Szeretettel köszöntöm Önöket! A kamarai vizsgajelentések, a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzési tapasztalatai, illetve a decentralizált szakképzési hozzájárulásokról szóló megállapodások alapján készült el nemrégiben az a kamarai jelentés, mely számos problémára világít rá ezen a területen, és összegészében nem túl rózsás képet fest a témáról. Összegészében Önök hogyan látják, mely területen vannak leginkább problémák, és mi a véleményük erről a jelentésről? A maga a jelentés végső soron azért készült, hogy a kamarai tagok, a vállalkozók, a cégek, a különböző intézmények véleménye alapján egy olyan átfogó, közel reális képet kapjunk a szakképzésről, amiről egyáltalán lehet majd beszélni, és van is mit beszélni, meg lehet vitatni, és ezáltal fogjuk látni és látjuk azokat a pontokat, ahol tudunk és kell hatni, lépnünk. Erre készült a jelentés, amelyik pozitívumokat és negatívumokat is egyértelműen tartalmaz, ami természetesen nem mindenkinek a véleményével ért egyet, de mi, ahogy összeállítottuk, annak örülünk, ha ez egy vitát kavar, ha erről lehet mit beszélni, mert akkor már megmozdul valami, és biztos, hogy előre fogja vinni a dolgokat, és azokat a probléma megoldási készségeket a beszélés, az együtt gondolkodás alapján, amiből én úgy gondolom, hogy csak előre vezet az út. A megyében több mint 20 iskola foglalkozik szakképzéssel, az 500-as ezek egyike. Ön, mint ennek az intézménynek az igazgatója, hogyan vélekedik erről a jelentésről? Egyetértek Várszegi úrral abban, hogy nagyon jó, hogy ez a jelentés készült, mert egy permanens párbeszédre van szükség. A szakképzésben az elmúlt években nagyon sok pozitív dolog történt, de rengeteg problémával is küzdködünk. Azt azonban nem lejtem véka alá, hogy a jelentésben leírtak között nagyon sok minden olyasmi szerepel, amivel szakmailag nem értek egyet, mert úgy érzem, hogy kifejezetten a vállalkozói szféra pillanatnyi érdekeit tartja szem előtt, vagy tartja csak szem előtt, tehát csak ezeket a pillanatnyi érdekeket, és nyilvánvalóan az iskolai oldal ebből a szempontból nem lehet partner. Nekünk a feladatunk az, hogy a tanulókat hosszabb távon készítsük fel a szakmára, az életre, a szakmai, a munkaerőpiaci helytállásra. Ugyanis azok a gyerekek, akik most kerülnek ki a középfokú szakképzésből, azoknak arra kell számítaniuk, hogy munkaerőpiaci pályafutások során bizony 5-6-szor fognak szakmát, szakterületet váltani. Az ön iskolájában milyen szakterületeken folyik a képzés elsősorban? Az iskolánkban gépész, villamos, ruhaipari, gépjárműtechnikai képzés folyik, de nálunk képezik a MÁV-nak, a nyomdának néhány szakmáját is. Képezünk gyors és gépírókat, ügyintéző titkárokat, és valamennyi szakterületen van szakmunkás képzés, szakközépiskolai képzés és technikus képzés egyaránt. Ahogy mindketten megfogalmazták, és azt hiszem a jelentés gerince is tulajdonképpen erre épül, hogy az a legfontosabb, hogy a képzés összhangban legyen a munkaerőpiaci igényekkel, a gazdaság igényeivel. A jelentés viszont úgy látja, hogy a képzési modell, a duális képzési modell, ami erre leginkább hangsúlyt fektethet, csak szűk keretek között működik. Vajon mi ennek az oka? Hát itt én azt hiszem, hogy ha talán kezdhetem én a választ, akkor azt mondanám, hogy itt van az első pont, amivel nem értek egyet a jelentésben. Méghozzá az, hogy a duális képzést nem szabad azért teljesen úgy beállítani, mint az egyetlen jó megoldást, hiszen a számunkra példaértékű nyugat-európai országok közül nem egyben nem duális a szakképzés. Sőt, mi több, még a
német szakképzés is legfeljebb dominánsan duális jellegű, de messze nem teljes egészében. Azon kívül a duális szakképzésnek olyan problémái vannak ma már nyugaton a leggazdagabb országban is, mint például Németország, amelyeknél vigyázni kell, hogy nálunk is benne lépjenek. A következőt mondanám. Ugyanis a duális képzésnek a lényege az, hogy a gyakorlati képzés az üzemekben történik, az elméleti képzés pedig az iskolákban. Ezért duális kettős képzés. Azonban a valóságban a modern duális képzést inkább hármas képzésnek kéne hívni. Svájcban így is hívják, hogy Triálezüsztém hármas rendszer. Ugyanis nyilvánvaló az, hogy az üzemeknek van egy speciális profilja. Azon kívül az is nyilvánvaló, hogy az üzemeknek a termelésre kell koncentrálniuk, és nem az oktatásra. Ebből következik az, hogy a gazdag, fejlett országokban van egy üzemek feletti képzés része is a duális képzésnek, ahol rendszerint kamarai, de iskolai vagy bármilyen más módon vezetett tanműhelyekben egy évben egyszer, kétszer, néhány hónapot töltenek a tanulók, és itt az üzemek speciális profilját egyensúlyozzák ki azzal, hogy bizonyos alapokat megtanítanak. Na most ez Magyarországon nincs, tehát ebből következik, hogy az iskolai tanműhelyekre nagyobb szükség van, plusz a duális képzésnek a bevezetése is nehezebb. Tehát ez lett volna az első, amit ehhez hozzá szerettem volna fűzni. A másik pedig az, hogy a duális képzésnek van egy olyan hátránya, erről először Magyarországon Benedek András szakképzési államtitkár írt még a 90-es évek közepén, hogy nagyon nehéz kilépni belőle. Azaz nagyon nagy kerülővel lehet csak pályát váltani. Októberben egy németországi EU-s továbbképzésen a német gimnázium igazgatók már arról panaszkodtak, hogy éppen emiatt nagyon sok gyerek válaszza a gimnáziumot, ami két szempontból előnytelen a számunkra. Egyrészt lejjebb megy a gimnáziumi színvonal, másrészt pedig ezeknek a gyereknek egy jelentős része nem végzi el a tankötelezettség befejezéséig a gimnáziumot, azaz egyszer csak ott áll 18 évesen, szakképzettség, érettségi és minden nélkül. Tehát ebből csak azt akartam kihozni, hogy azért a duális képzés nem szabad ennyire fetisizálni. Ez az egyik rendszer, és nyilvánvalóan ez Magyarország számára példaértékű lehet a német duális képzés, de ahhoz meg kell valósítani ezt a bizonyos harmadik lábát is, és az is igaz, hogy a magyar hagyományok azok, mármint hogy háború előtti hagyományok azok a duális képzést felé mutatnak, szintén elsősorban német példák alapján. A kamarai jelentés a duális képzést tényleg preferálni szeretné, mire alapozzák ezt? Természetesen, avval egyetértek Herbert úrval, hogy nem ez az egyetlen csoda eszköz. De mivel a tények és a német példát félig követve, valamint az eddigi fejlődést és fejlesztéseket megnézve, ezt tartottuk, és a Hans-Sende alapítvány példa alapján, a poláknak a példája alapján igenis működőképes. A másik, ami igazából a duális képzés lényege, ugye, hogy üzemi szintű, termelési szintű gyakorlatot kapjanak. Ezzel nem értek egyet hatalmi műhelybe, ezt nem tudják megkapni a gyerekek, tehát azért kellene az, hogy a gyakorlati képzőhelyeken töltsék, minél fejlettebb, minél korszerűbb gyakorlati munkahelyeken, ahol az életet, a valóságot tanulják meg. Harmadik problémám a minőség. Mi úgy fogalmaztuk meg, hogy mivel a tanulószám csökken, és gyakorlatilag egy embernek fel kell készülni arra, hogy az életében 3-4-5-ször is szakmát, átképzéseket kell vállalnia, ahogy a piaci igények követelik, úgy a minőségi képzés legyen az, ami mindenképpen erre alapot ad, vagyis egy széleskörű elméleti tudás és arra speciális szakmai gyakorlati tudások felépítése. Maguk az intézmények, iskolák kicsit, hogy mondjam, hogy ne legyen félreérthető és talán sértő, az önfenntartásukat, az önös érdekeiket követik avval, amire rá vannak kényszerülve, hogy azok a rendszerek minél nagyobb létszámmal és minél nagyobb tanuló állománnyal rendelkezzenek, hisz ez az a bizonyos úgynevezett fejkóta, ami alapján az iskolák ugye megkapják a működéshez szükséges pénzüket. Itt bizonyos szinten ellentmondunk. Én úgy gondolom, hogy az a létszám, aki van, azt igenis minőségi
elméleti alapképzéssel kell ellátni, és arra utána természetesen föl lehet építeni már a speciális gyakorlati tudásokat. Duális képzés egyedül a Hanza Idel Alapítvány esetében valósul meg a megyében, vagy más kísérletek is vannak? Más kísérletek is vannak természetesen. Én csak egy példának hoztam fel a polákot, ahol például 250 fő volt az, aki a 9 és 10. meg a 11-12. Osztályba jártak. Ebből például 210 fő, azt jól emlékszem, kint üzemeknél végezte a gyakorlatát, tehát egyértelműen megalakult a duális képzés. És az sem egyedülálló, hogy egy iskola és egy cég harmonikusan együtt működik, és a munkaerő fejlesztését a saját igényeihez alkalmazza, és így fejleszti, így valósítja meg a képzést. Ilyen például az 508-as és az Elkotek is, ennek példáját láthatják most. Évtizedben jelentősen átalakult városunk gazdasága. A bányaművelés helyett a legmodernebb technológiát alkalmazó iparágakra helyeződött a hangsúly, ami átállást követelt meg a szakképzés területén is. Amikor az Elkotek Pécsre jött, nagyon sok problémája volt, különösen a magasan képzett mérnökökkel kapcsolatban. Nem volt kellő ilyen szakirányú képzettségű mérnök a cég rendelkezésére állóként. Ez a probléma azért az évek múltával lassan, de oldódik. Tehát az egyetemekkel való együttműködés keretében azért számos eredményt tudtunk elérni. A Pécsi Tudományegyetem kartól függetlenül, illetve kartól függően működik ma már együtt az Elkotekkel. Ez például kooperatív képzési programot jelent, ez például azt jelenti, hogy a diákok egy része az nálunk tölti a gyakorlatot, például azt jelenti, hogy tőlünk kapnak mondjuk úgy, hogy diplomamunka ötletet, amelyet ha jól sikerül, akkor hasznosítani is tudunk a gyártás, illetve a fejlesztés során. Természetesen ez azt is jelenti, hogy az ilyen területen aktív és nagyon jó szakembereknek azért ez egy nagyon biztos egzisztenciát is jelenthet. Nem csak a felsőfokú szakképzés terén kell igazodnia az iskoláknak a gazdaság igényeihez, hanem már a középfokú oktatásban is. Ez bizonyos szakmák esetében nehezen, más szakmáknál viszont könnyen megvalósítható. Sajnos vannak olyan szakterületek, amelyekre hiába várunk tanulókat, nem csak mi a többi szakképzőiskola is, hiány van belőlük a városban, a megyében, sőt országosan, mégsem jelentkeznek a tanulók megfelelő számban ezt a szakmát tanulni. Ilyen szakma például a mi iskolánk esetében a kesztyűs, a lakatos, a bádogos például. Ugyanakkor nagyon nagy számban jelentkeznek fodrásznak, asztalosnak, és szerencsére műszerésznek is, mert hogy nagy felvevőpiaca van éppen az Elkotek révén a városban a műszerész szakmának. Mivel a magyar oktatási rendszer csak 80%-ban írja elő a kötelezően átadandó ismeretek körét, ezért a tananyag 20%-a sajátos helyi igényeknek megfelelően alakítható ki. Ezt használhatják ki a gazdaság szereplői. Az együttműködés, ez hosszú távú, ahogyan mondtam, több évre visszavezethető, nagyon széles körű, vonatkozik a tanárok továbbképzésére. Éppen a tegnapi napon voltak kollégáink az Elkotekben egy forrasztástechnikai továbbképzésen, amelyet a gyár mérnökei tartottak a kollégáinknak, de voltak a tavasz folyamán, az ősz folyamán is a kollégák. Tanulók rendszeresen járnak üzemlátogatásra, nyári termelési gyakorlatra, évközi gyakorlatra fogadják a gyárakban a tanulóinkat, és természetesen ezen túlmenően anyagilag is támogatják a képzésünket, az iskolánkat. Egy forrasztástechnikai labort építettünk az elmúlt évben, amely nem csak a tanulók képzésére alkalmas, hanem egy nullszériás gyártásra is, egy kísérleti gyártásra, egy próba üzemi gyártásra is alkalmas, azaz azokat a nagyüzemben még nem gyártott, de kipróbálásra alkalmas terveket lehet itt megvalósítani, amelyek későbbiekben nagyüzemi gyártásra kerülhetnek. Mennyire jellemző ez a baranyai cégek és iskolák esetében, hogy ilyen szoros együttműködés jön létre, és annyire figyelnek egymásra? Mi az önök tapasztalata? Ez mindenképpen jellemző, tehát nagyon sok iskola és nagyon sok vállalat között van igen komoly együttműködés nagyon sok szempontból. Azonban itt két dolgot le kell szögezni, azért az iskolarendszerű szakképzést, az iskolai szakképzést és a munkaerőpiaci képzést ketté kell választani. Az iskolai szakképzésnek a célja az, hogy a fiatal, amikor a középfokú végzettségre szert tesz, egy olyan általános alapműveltséggel, olyan kompetenciákkal rendelkezzen, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy aztán részt vegyen a munkaerőpiaci szakképzésben, amely viszont konkrétan készít fel arra, hogy egy adott vállalatnál az adott pillanatban éppen mire van szükség.
olyan sohasem volt és nem is lesz, hogy az iskolából kikerülő fiatal pont azt, pont úgy, pont annyira fogja tudni, amennyire a vállalatoknak abban a pillanatban szükségük van, hiszen a szakképzése 4-5 évig tart. Az, hogy 5 évben a Pécset éppen mire lesz szüksége, senki nem mondja meg, nem, hogy Pécset, nálunk sokkal fejlettebb gazdaságú országokban sem. Tehát ezt a kettőt egyszer azért szét kell választani. A másik az viszont, hogy nagyon fontos, hogy a cégek és az iskolák együttműködjenek, hiszen én úgy érzem, hogy a mai magyar viszonyok között az a szerencsés, hogyha iskolai tanműhelyekben és vállalati tanműhelyekben egyaránt tartózkodnak a gyerekek, itt az egyiknél egy alapozó képzést kapnak, egy kiegészítő képzést, a másikban pedig azért egy kis üzemi levegőt, termelési levegőt szívnak magukba, és hát a mindennapi gyakorlattal ismerkednek. Tehát ebből a szempontból viszont nagyon fontosak ezek az együttműködések. Hát konkrétan mondjuk az 500-asnak is nagyon jó kapcsolatai vannak, például a Haunival, hogy más ne mondjak, és hát próbálunk a cégekkel együttműködni abban is, hogy a végzős gyerekeinknek az elhelyezkedését is biztosítjuk. Általában sajnos tudomásul kell venni azt, hogy a 90-es években néhány szakma átmenetileg úgy tűnt, hogy szinte feleslegessé válik, ugye bányák megszűntek, forgácsoló, villanyszerelő, géplakatos, stb. Ez a köztudatba belement, és pillanatnyilag ezek a szakmák már hiány szakmák. És hát ugye ez azt jelenti, hogy ugyanakkor jönnek hozzánk a vállalatok, gondolok itt a Tekapillonra, Haunira, stb. És szükségük van forgácsolóra, géplakatosra, hegesztőre, villanyszerelőre, méghozzá meglehetősen jó kvalifikált középfokú szakemberekre. És bizony pillanatnyilag ezek a szakmák gyakorlatilag a hiány szakma szintjét súrolják. Hogyan lehetne áthidalni ezt a problémát, hogy egy szakképesítés piacképes legyen, ugyanakkor ne csak egy adott vállalatra vonatkozzon, hiszen ahogy ön is említette, elképzelhető, hogy mire letelik a 3-4 éves szakképzési idő, addigra az a vállalat megszűnik, vagy nem Pécset működik már, vagy nem a megyében. Igen, hát ez a része a legnehezebb talán, az előre gondolkodás, ugyanis ehhez nagyon komoly és hosszú távú marketing munka kell megpróbálni meghatározni a munkaerőpiac fejlődési irányait, hogy így tudnánk előre menni, elébe menni és felkészülni. Aval egyetértek Herbert úr szintén, hogy ma már vannak olyan nagy cégek, akik felvették a kapcsolatokat az intézményekkel és iskolákkal, de azt azért nem szabad szintén elfelejteni, hogy itt vannak az úgynevezett kézművesek is. A kézművesek, a hagyományos szakmák, a különböző fűtésszerelés, lakatosok, szarok, azoknak nem ez a jellemző, és őnekik bizony komolyan egy másfajta képzésre van szüksége. Ugyanis a nagy vállalatok azt természetesen, hogy megpróbálják a munkaerőt folyamatosan maguknak biztosítani. De a szolgáltatási szféra az azért nem ennyire egyértelmű, ott marad az általánosabb és az iskolákra és a gyakorlati munkahelyekre összpontosuló képzés, hogy megfelelő szintű szolgáltatást tudjanak nyújtani. Ugye a divat szakmák is vannak, és elképzelhető ilyen, mint fodrászat és stb. Nem akarok többet kiemelni, és akkor, ahogy mondta a Déri úr is az 508-as igazgató, hogy vannak a lakatos, bádogos, ami szintén hiány szakma. Na most erre fel kellene készülni, mert nem véletlenül van igény rá. És mi ezt próbáljuk a kamara révén, úgy próbáljuk ezt megoldani, hogy igenis az iskolák, az intézmények, amikor valamilyen beiskolázást, valamilyen osztályokat próbálnak indítani, annak tanácsot adni, segíteni, hogy mi a vállalkozási szféra igénye, mik azok az igények szakmai területen, amit mi el tudunk és igénylünk, és őnekik akkor ehhez kellene alkalmazkodni. Erre van most példa, ezért gyűjtünk, ezért dolgozunk, hogy a szakmai osztályaink, a szakosztályok megfelelően tudják ezt a piacot felmérni, és ezt tálalni úgy az önkormányzatok felé, mint ugye a felügyeleti szerve az intézményeknek, iskoláknak, és maguk az iskolák felé, hogy próbáljanak ez irányba is dolgozni, és ilyen szakmákat indítani. Mennyire lehet rugalmas egy iskola abban, hogy új szakokat indít, vagy olyan szakokat, amire annyira nincs szükség, már nem indít egy adott tanévben? Ez az iskola döntése? Általában az iskoláknak a kompetenciájába tartozik. Én azt hiszem, hogy a szakképzés ebből a szempontból meglehetősen rugalmas, tehát igyekszik alkalmazkodni a körülményekhez.
azonban sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy a köztudatban lévő hibás beidegződések, tehát mondjuk például az, hogy forgácsolóra és géplakatosra nincs szükség, miközben hiány szakma, ezek ellen elég nehéz küzdeni, tehát ugye a gyerekek, a jelentkező gyerekek száma is meghatározható, hogy senki sem lehet kényszeríteni arra, hogy jelentkezzen géplakatosnak, mert most arra lenne szükség, ha ő nem annak akar jelentkezni. A mi számunkra végül is a kamarákon keresztül a vállalatoknak, illetve a mestereknek a tanuló igénye egy igen jó mutató, hogy ezt mennyire tudjuk kielégíteni, illetve mennyire tudjuk közvetíteni a gyerekek felé, hát ez már egy nehezebb kérdés, mondjuk itt kellene szerintem jobban összefogni kamaráknak és iskoláknak, hogy a realitás a szülőkben és a tanulókban tudatosuljon a pályaválasztás előtt. Beszéltünk már a gyakorlati képzések, a gyakorlatoknak a problematikájáról. Meglehetősen súlyos dolgokat fogalmaz meg ez a jelentés. Azt mondja, hogy többségében az iskolák nem igen törődnek azzal, hogy mi a tanulójuk sorsa, amikor kikerül egy-egy céghez, akár egy kisvállalkozóhoz, egy kézműves szakma esetében. Nincs lehetőségük arra, hogy kontrollálják, hogy ott milyen munkát végez. És fordítva, a vállalkozók részére is megfogalmaztak negatív tapasztalatokat, akik sokszor ingyen munkaerőként dolgoztatják a fiatalokat, ahelyett, hogy tanítanák őket. Hogy látják önök ezt a gyakorlatban? Hát erre azt lehet mondani, hogy is-is. Van benne igazság, és igaz is, meg nem is. Szóval vannak vállalatok, és vannak vállalkozók, abban a saját fiamat is nagyon szívesen beadnám, mert olyan a színvonalú a képzés, és úgy bánnak a gyerekekkel, és hát vannak olyanok is, amikről ezt nem lehet elmondani. Na most a tanulóképzés gyakorlati a gyakorlati tanulóképzésnek az ellenőrzését, mármint hogy ami nem az iskolai tanműhelyekben folyik, hanem kint vállalatoknál, illetve mestereknél, ezt a törvény egyértelműen a kamarák és az iskoláknak a hatáskörébe utalja. Én azt hiszem, hogy itt a nagyobb probléma az, hogy úgy tudom, hogy a kamarák sem tudnak hatósági jelleggel föllépni. És ez ellentétben mondjuk Németországgal, vagy Svájccal, vagy Ausztriával. Mik az ellenőrzések tapasztalatai? Hát nagyon széles körű ellenőrzést hajtottunk végre Baranyában. Állítom 80%-át, 90%-át a gyakorlati képző munkahelyeknek a kamarák végigjártak, a bizottsági tagok, a különböző fölkért kamarán kívüli tagok, mert természetesen ilyen is volt, hogy nehéz oda menni, véleményt mondani és kritizálni, ha esetleg a saját szakmája beli embernek. Szóval ez egy kicsit kényes kérdés. Épp ezért külső alkalmazottakat is alkalmaztunk, de végigjártuk. Ez természetesen egy helyzetfelmérés, feltárási szándékkal. Nekünk is képet kellett uralni, ki alkalmas és ki nem alkalmas. A személyi, tárgyi feltételek megvannak arra, hogy ott egyáltalán tanulóképzés folyjon. És van, igen, mi is sok negatívumot levontunk, van olyan, ahová nem javasoljuk, tehát ha megkérdez az iskola, hogy oda kihelyezi-e, vagy tanulószerződéssel akarnak jönni, lesz olyan munkája, amilyen mondjuk, hogy mi nem javasoljuk, hogy ott tanulóképzés folyjon. Ugyanakkor tényleg nagyon jó példák is vannak, és ez a szakképzési jelentés kicsit szélsőségesen és keményebb hangnembe fogalmaz, az valószínű azért van, mert nem minden intézmény, iskola volt hajlandó ebbe a vizsgálatba együttműködni velünk. És ebből fakad az, hogy egy kicsit bíráló a hangneme, hogy nem ellenőrzik annyira a gyakorlati munkahelyeket. Egyébként bizonyos ellenőrzés van, hisz maga a vizsga is, a köztes vizsgák is mindezt bizonyítják. Az ön tapasztalata szerint mennyire van lehetősége egy oktatónak például az önök iskolájában, hogy nyomon kövesse azt is, hogy mi az, amit a gyakorlatban megtanul egy tanuló, amit az iskolában amúgy elméleti szinten tud csak elsajátítani? Tehát van-e összhang? Vannak oktatóink, akiknek az a feladata, hogy ezt ellenőrizzék, ezek az úgynevezett szórványoktatók. Ők járnak ki a különböző gyakorlati képzőhelyekre, és hát ott próbálnak tájékozódni. Illetve hát a vizsgák és a köztes vizsgák egyfajta képet mutatnak. Végül is én így mondanám, hogy működik egy ellenőrzés az iskolák részéről is, egy vizsgálat, egy ellenőrzés az iskolák részéről, működik a kamarák részéről is, de azért, ha őszintén akarunk lenni, azért egyik sem az igazi. Ha arra gondolok, hogy ez az ellenőrzés milyen mondjuk Svájcban vagy Németországban, hát attól bizony messze vagyunk mi iskolák is és a kamarák is. Egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, a
szakképzési hozzájárulásról, amit ugye minden gazdálkodónak fizetnie kell, viszont eldöntheti, hogy ennek egy bizonyos részét célzottan egy-egy intézménynek fizeti be, és így helyben is marad ez a pénz. Elég magas ez a részarány, ugye 75%-ról van szó, és amit Baranyában befizettek például 2000-ben a cégek, az 107 millió, ami közvetlenül az iskolákhoz került, ebből Pécset több mint 71 millió forint jutott így a különböző szakképzési helyekhez. Ez mennyire tudja segíteni a szakképzést, és mennyire tudja növelni az összhangot a munkaerőpiac és az iskolák között? Okvetlenül növelés, ez igen pozitív egyébként az egész rendszerbe, ugyanis a nagy kalap félelosztásból teljesen követhetetlen volt, hogy mennyi jut vissza a helyi intézményekbe. Így, hogy valaki most meghatározza, hogy ő ennek a szakképzési hozzájárulásának a 75%-át ebbe és ebbe az iskolába netán ilyen és ilyen célra kéri fordítani, ez természetesen itt marad ez a pénz, és valahol nyomon követhető az iskolák és a vállalkozók között egy újabb párbeszéd. Hiszen ha én valamelyik iskola tanulóját alkalmazom, és annak a gyakorlati képzőhely vagyok, akkor valószínű és természetes, hogy oda fogom adni ezt a pénzt, hisz valahol vissza fogják kapni a gyerekek, mert ott gondolom, meghatározom, legalábbis én erre biztatjuk a vállalkozókat, az intézmények vezetőit, hogy tudatosan, céltudatosan ne csak átutalják azt a pénzt, hanem hagyják is meg, hogy mire eszközfejlesztés, anyag, technológia fejlesztésre próbálják ezt a pénzt fordítani, profitál belőle mindenképpen hosszú távon. Én úgy gondolom, hogy ezt az iskolák is így látják, és valószínű a működésük közül is egy a jobb minőséghez ezzel hozzájárulnak a vállalkozók. Gondolom így az 500-as is jutott pénzösszegekhez, mennyire tudják ezt egyeztetni azzal a céggel, aki adja ezt a pénzt önöknek, tehát mennyire tudják közösen felhasználni? Hát természetesen egyeztetjük. Na most előírási joga nyilván nincs a cégnek arra, hogy mire használjuk fel, de általában meg szoktuk beszélni azt, hogy mire szeretnénk felhasználni, és ők akkor úgy adják a pénzt, hogy ezt nyilván szívesen támogatják. Ezt vagy azt a célt szívesen támogatják. Az egy dolgot ne felejtsünk el, a szakképzés drága, különösen annak a gyakorlati része drágább, mint az általános képzés. A szakképző iskoláknak az utóbbi években talán a legfontosabb fejlesztési lehetőségük éppen ez a bizonyos szakképzési támogatás volt. Ezen kívül pályázatokon lehetett pénzt nyerni, amelyek részben szintén a szakképzési alaphoz, az a 25%-hoz kapcsolódtak, amit ugye a nagy kalapba a központi büdzsébe kellett befizetni, illetve hát európai közösségi pályázatokon lehetett azért nagyon szép pénzeket nyerni, és hát a külföldi támogatások sem jelentéktelnek, hisz épp a Pécs TV mutatta nemrég az iskolának az új hidraulikus oktató rendszerét, amit Jénából kaptunk, és aminek az ára durván 100 ezer márka. Tehát ez nagyon-nagyon sokat jelent. Ha ez nem lenne, akkor egyszerűen nem tudnánk a gyakorlati képzésnek a tárgyi felszereltségét komoly szinten emelni. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és beszélgettünk mindenről, és a jövőben még konstruktívabb, még közösebb munkát kívánok, hogy egy irányba tudjon haladni a szakképzés a Baranya megyében. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Monitor júniusi adását látták, melyben a megye szakképzési helyzetéről beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!